Quentin! Jane, drágám, remélem nem esett baja, már úgy aggódtam maga miatt. Ne féljen, nincs semmi bajom, de azért jó, hogy eljött. Ó, elnézést. Frank, az úr Quentin Habsburg, a Hexagon olajtársaság elnöke. Örülök a szerencsének, tisztelt. Grebin. Frank Grebin. Azt hittem, maguk már kihaltak. Csak a rokonaim. Ha szabad tudnom, milyen kapcsolat fűzi az intézethez? Annyit elárulhatok, hogy nem hivatalos, bár a cég reklámfőnökével gyakran találkozom az utóbbi időben. Hagyjon az én kis dürögő zergemadaram. Vagy úgy, hát ez remek. Különben van egy barátnőm, könyvet ír, maga már biztos olvasta, a férfi nemi szerv működési zavarairól. Hogy érti ezt, uram? Frank, azt Istenért! Ugyan, drágám, ne aggódj, felnőtt emberek vagyunk, megoldjuk mi ezt. Nem fogunk egymást ugrani egy ilyen csacskaság miatt. Jól mondom, maga kis trusi vadász. Most már aztán elég! Quentin, hagyjon most magunkra, kérem. A maga kérése parancs egyetlenem. A ma esti viszontlátásra.